Meg kell tiltani a TikTok applikáció használatát a közszférában dolgozók szolgálati telefonján. Ezt javasolja az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság, amely átfogó elemzést végzett a közkedvelt közösségi applikáció veszélyeiről. Arról, hogy a TikTok alkalmazás betiltása a hazai közintézményekben komoly elemzés tárgya kell legyen, először Marosvásárhelyen beszélt március elején Nikolaj Csuka miniszterelnök. A hatóságok ugyanis azt kifogásolják, hogy számos félretájékoztató és propaganda üzenet terjed ezen a csatornán keresztül. Emellett az applikáció számos adatot gyűjt felhasználóiról, amivel visszaélhetnek. Ezt egyébként az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság is megállapította. A műszaki jelentéseik egy részét már ismertették a minisztériummal, a romániaiak tisztába kell legyenek azzal, hogy az applikáció nagy mennyiségű személyes adatot gyűjt be, de nem kell attól tartani, hogy a nagyközönség vagy a közszférában dolgozók a magántelefonjaikon nem használhatják ezt az applikációt. A javaslat csak a közszférában dolgozók szolgálati telefonjaira vonatkozik. Az Európai Bizottság az év elején az intézmény informatikai biztonságának javítása érdekében megtiltotta munkatársai számára a kínai TikTok közösségi média alkalmazás használatát a vállalati eszközökön és a mobileszköz szolgáltatásába bevont személyes eszközökön is.